Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvérek, újévi Isten tiszteletünkön, úgy, ahogyan Pál apostol is köszöntötte az övéit. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük, magasztaljuk a mindenható Istent a 440. dicséretünk éneklésével. A 440. dicséret így kezdődik: ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen. Testvérek, és folytassuk tovább Isten magasztalását, énekeljük a 436. dicséretünknek az első 5 verszakát. Az első vers így kezdődik: örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben. Thank you.
A mi újévi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Drága testvérek, az új év első napján Józsué könyvéből olvasom nektek Isten igéjét. Józsué könyvének a 24. fejezetéből, a 24. fejezet 14. versétől a 24. versig terjedő szakaszt. Ez egy hosszabb ige szakasz, kérlek benneteket, helyeteket elfoglalva, figyelmes szívvel és alázattal hallgassátok Isten szent igéjét. Józsué könyvének 24. fejezetéből, a 14. verstől a 24. versig terjedő szakaszban így szól hozzánk a mindenható Isten. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok hűen és fedhetetlenül. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok még ki ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek most a földjén laktok. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Erre így válaszolt a nép. Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat és más isteneket szolgáljunk. Az Úr a mi Istenünk. Ő hozott föl bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és tette azokat a nagy jeleket a szemünk láttára. Ő vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, akik országában laktak, még az emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk hát szolgálni, bizony ő a mi Istenünk. Akkor Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el a hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat, és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapáshoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót is tett veletek. A nép azonban ezt felelte Józsuénak, nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez, magatok vagytok tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Ők azt felelték, tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyeket közöttetek vannak, és fordítsátok oda szíveteket az Úrhoz, Izrael Istenéhez. A nép így felelt Józsuénak, az Urat, a mi Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, annak befogadásán, megtartásán, gyertek, emeljük fel szívünket és imádkozzunk. Mindenható Isten, tegnap este visszanéztünk és hálát adtunk neked, mindazért a sok jóért, amit adtál nekünk az elmúlt esztendőben. Megköszöntük, hogy vezettél bennünket, hogy feladatokkal is, hozzá erővel és bölcsességgel láttál el. Adtál terheket is, de elbírtuk, hiszen velünk és mellettünk voltál. Most itt az új esztendő első napján sem kérhetünk tőled mást imádságunkban, csak hogy maradj velünk, mindenható Isten, mert mi téged választunk és téged akarunk szolgálni. Tudjuk és érezzük, hogy mellettünk állsz, ahogyan azt ígérted is nekünk, és így minden lehetségessé válhat a te gyermekeidnek. Így kérjük most, Szent Isten, a te jelenlétedet ezen a mai alkalmunkon is. Add nekünk szent lelked ajándékát, hogy az új év kezdetén is feltöltekezhessünk a te erőddel a következő esztendőre is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, és Isten igéjének hirdetésére készítve szívünket, a 461. dicséretünket énekeljük el. A 461. dicséret így kezdődik,
a töredelmes szívet Te, Uram, szereted. Kedves testvérek, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelkét segítségül kérve hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Józsué könyvének 24. fejezetében, a 24. fejezet 15. versének az utolsó mondatában. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvéreim, új év kezdetén sok ígéret hangzik el. Sokan tesznek fogadalmat, hogy mostantól fogva megváltozik az életük. Jelentős és kevésbé jelentős ígéreteket teszünk. Több időt fogok a családommal tölteni. Nem csak rohanás lesz az életem. Oda fogok figyelni a másikra, jobban, mint eddig. Több időt szentelek bibliaolvasásra, elcsendesedésre. Aztán vannak, akik testmozgást fogadnak meg maguknak, vannak, akik teljesen más hobbit fognak elsajátítani, újat akarnak tanulni. Lehetne hosszasan sorolni az új év kezdetén elhangzó fogadalmakat. Azonban a sok-sok ígéret közül azt látjuk, hogy alig-alig teljesül be néhány, hiszen a nagy elhatározások, a nagy nekiindulások idővel alább hagynak. Ezekről biztosan az edzőtermek, a sportboltok is beszámolhatnának, hiszen januárban mindenki megrohamozza őket, hogy igen, majd az új esztendőbe elkezdem és csinálom. Aztán hová tűnnek ezek a nagy ígéretek, mondjuk augusztusra, novemberre, decemberre? Elfogynak, elkopnak. Mert visszazökkenünk a mindennapi terhek hordozásába és a hétköznapok valóságába. Nemhogy több időt töltenénk a családommal, de egyre inkább több feladatot vállalok, és amit a vállamra vettem, amellett már nagyon kevés szabad időm marad. Valahogy mindig jön a változhatatlanba való beletörődés, a nagy fellángolás után a valóság és a lemondás, hogy nem történt semmi változás. És igaz lesz az ének szava, sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam, a nagy fogadkozást, hogy, és mindenki behelyettesítheti, hogy mit is tagadott meg, mi is maradt el. A most felolvasott igében, a sikemi országgyűlésen is nagy ígéretek hangzottak el. Egy hitvallás a nép szájából, a mi Istenünk az Úr. És hallottuk az elköteleződést, a fogadkozást is,
hogy távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat. Hányszor hagyja el a mi szánkat is hasonlóan nagy ígéret? Hányszor hallunk ígéreteket itt az Úr asztalánál is, hogy a gyermekeket úgy nevelik, neveltetik? Vagy hányszor hallunk házassági elköteleződést, hogy egészségben, betegségben, gazdagságban, szegénységben? És aztán mi marad ezekből az ígéretekből? A sok-sok kimondott szó, amit nem, vagy alig tudunk teljesíteni. És egy kicsit így vagyunk az újévi ígéreteinkkel is. Nem, vagy alig tartjuk meg őket. Isten népe egy nagy fordulóponthoz ért el, hiszen a pusztai vándorlás, a 40 évi vándorlás és harc után elfoglalták a megígért ígéret földjét. Megérkeznek az új hazába, az Úr letelepíti őket, mindenki megkapja a maga területét. Józsué pedig pontosan részletekbe menően sorolja fel azokat a csodákat, amelyeket átéltek a vándorlás alatt. Emlékezetükbe idézi azt, hogy hogyan jutottak el az elmúlt esztendőkben a szolgaságtól a szabadság állapotáig. És elérkezett az idő, hogy a nép döntéshelyzetbe kerül. Hogyan tovább? Mi lesz az elkövetkezendőkben a terv? Ki az, akit követni fognak? Választási helyzet, melyre nézve kapnak egy útmutatást, döntsetek, ahogy akartok, mert a döntés a ti kezetekben van. De Józsué kimondja, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Az új év kezdetén bennünk is számtalan kérdés kavarog. Hogyan tovább? Mi vár ránk az új esztendőbe? Mit tartogat számunkra ez az év? Örömöt, fájdalmat, sikereket, kudarcokat? És a nép a maga hitetlenségével, lázadásaival, ellenszegüléseivel gyakran megszegte az Úrral való szövetséget, de most eljött az ideje annak, hogy tiszta lappal indítsanak. Tiszta lappal kezdjék az új életüket az új hazájukban. Elérkezett annak a lehetősége, hogy az Istennel való kapcsolatukat, szövetségüket megújítsák. Mint ahogyan az Úr ezt a népet szabadon, az ő szeretetéből választotta ki magának, így nekik is annyi csoda, annyi ajándék, jó tétemény után hálás szeretetből kell a szabadító Úr szolgálatába szegődniük. A szövetség ugyanis szabad döntést jelent. Csak Józsué emlékezteti őket, hogy ő kit választott a maga részéről. De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Előttetek van a döntés, ti is választhattok. Az új évre sokan mondják azt, hogy olyan, mint egy könyv, 365 üres lappal, és csak rajtunk áll, hogy mivel töltjük azt meg. A keresztény ember azonban tudja, hogy Isten mind a 365 napon ott van, és nem üres az a lap, mert ő már biztos. Azt nem tudhatjuk, hogy mit tartogat számunkra az év, kinek mennyi nap adatik, de azt tudjuk, hogy minden napon velünk van. És rajtunk áll az, hogy mi kérjük-e tőle, hogy maradj velem, ne hagyj el, én hozzád akarok tartozni. Hogyan és mivel, illetve kivel fogjuk tölteni az új esztendő napjait, testvérek? Ez ma a kérdés. És ezt a békési gyülekezetet is döntéshelyzetbe állítja az Úristen az új év első napján, hogy te kit választasz, kivel akarod folytatni. Az Isten nem erőszakoskodik, és ezt látjuk ebben a történetben is. Mert elgondolkodtató az, ahogy Józsué beszél. Ő sem erőltet rá semmit a népre. Nem mondja azt, hogy nektek is úgy kell választanotok, ahogyan én és a családom választottam. Nem.
Rajtatok áll, szabad az akarat. Nem mondja azt, hogy hálából, amiért annyi csodát láttatok már, annyi szabadítást megélhettetek, nektek is az Úr mellett kell dönteni. Rájuk bízza. Valahogy úgy tesz, ahogyan Jézus is, amikor hozzá kiállt a gyógyulni vágyó, és ő annyit kérdez, mit kívánsz, mit tegyek veled. A döntés a mi kezünkben van, és lám, még akkor sem inognak meg, amikor Józsué megmutatja az eltávolodás következményeinek a velejáróit. Ha majd elhagyjátok az Urat, és felsorolja akkor, hogy akkor mi vár a népre. Isten komolyan veszi a dolgot azokkal, akik ő hozzá akarnak tartozni. És ezt jól meg kell gondolni, jól meg kell fontolni. Józsué a maga személyében már döntött. Háza népével ő az Urat kívánja szolgálni. És milyen boldog, aki így tud dönteni ma is. Mert ezt még nem bánta meg senki, testvérek. Józsué egész életében megtapasztalta, hogy amit az Úr megmondott, az úgy is van. Az emberi ígéretek, fogadkozások nagyon-nagyon sokszor nem valósulnak meg, vagy épp a visszájára fordulnak. Ha azt ígérte az Isten, hogy ő megmenti a népet, hogy hazát ad neki, hogy elviszi az ígéret földjére, akkor megteszi. Egészen lehetetlennek tűnő körülmények között is. És nem azt mondja az Isten, hogy minden próbától mentesen fogom ezt veled megtenni. Mert bizony a vándorlás, a pusztai lét nem volt egy sétagalop, hiszen akkor is rengeteg probléma adódott. És mindig a nép oldaláról, a zúgolódás, amikor visszavágytak Egyiptomba, hogy ott nekik sokkal jobb soruk volt, pedig szolgák voltak. Az Isten nem szegte meg az ígéreteit. És ezért is próbál Józsué arra az irányba terelődni, hogy teljes szívvel az Úrra kell figyelni. Ténylegesen megtapasztalta azt, hogy ő vele van. Józsué tapasztalata nem más, mint az Isten közelség élménye. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy ez nem csak Izrael népe számára, nem csak Józsué számára adatott, hanem az Isten közelség élményét mi is megtapasztalhatjuk. És nem csak itt a templomban, nem csak a vasárnapi Isten tiszteleten, hanem életünk bármely pillanatában, akár a munkánk során, akár egy beszélgetés alkalmával, amikor azt érezzük, hogy igen, most jelen van az Isten. Igen, ott vagyok a közelében. Velünk vándorló Istenünk van. És Józsué ezeknek az élményeknek a hatására köteleződik el az Úr követésére, a szövetségre és a hűségre. Ezért tudja azt kimondani, mint egy hitvallásként, hogy én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Mert egy élettapasztalat volt a döntése mögött. Testvérek, vajon mi emlékszünk-e még az életünk nagy eseményeire, amikor tetten érhettük benne az Úr cselekvését? Amikor kiderült az, hogy ő tényleg nem hagyott el minket? Amikor azt éreztük, hogy olyan lehetetlennek tűnnek a körülmények, olyan zavarba ejtő minden, de ő nem maradt el. Emlékszünk-e a szabadításokra, a gyógyulásokra, amikor egy feldolgozhatatlannak tűnő gyász időszakában ő ott volt mellettünk, amikor segített letörölni a könnyeket. Emlékszünk-e arra, amikor nagy döntések előtt álltunk, és az Isten segített meghozni a döntést, és ahogy ígérte, ő nem maradt el, hanem ott volt velünk a döntéseink következményekor is. Hát testvérek, ha visszanézünk csak az elmúlt esztendőre, akkor felfedezzük-e azt, hogy az Isten velünk járt, hogy nem hagyott el, hogy megőrizte a mi életünket. Nem természetes az, hiszen énekeltük is az ének szavával, hogy hányan voltak, akik eltávoztak a mindenélő görög útján.
Hányan nem élhették már meg ezt az újévi hálaadást. De mi itt vagyunk, testvérek, és az Isten kegyelmessége az, amely megőrzött bennünket. Az ő ajándékait, a kapott terheket, próbákat látjuk-e, hogy mind-mind az ő kezéből jött, és megerősödhettünk, hitben megszilárdulhattunk ennek következményeként. Testvérek, ha előre tekintünk, akkor vajon meg tudunk-e maradni szilárdan, rendíthetetlenül az Úr munkájában, az Úr követésében? Mi, akik ma eljöttünk új év reggelén az Isten házába, mi már döntöttünk, az Istennel szeretnénk kezdeni, vele szeretnénk folytatni ezt az esztendőt is. Mert mindannyiunk életébe adódnak fordulópontok, alkalmak, amikor válaszút van előttünk, amikor döntenünk kell, mit és hogyan szeretnénk tenni, hogyan folytatjuk tovább, kit fogunk követni, kit akarunk szolgálni, és kit hívunk be az életünkbe, kit kérünk arra, hogy ebben az évben is legyen a mi őriző és megtartó pásztorunk. A mai nappal kezdődik valami új. Külsőképpen egy új naptári esztendő. De mégis mindnyájunk előtt újra itt a lehetőség, hogy valami új indulhasson az életünkben. El lehet kötelezni és el kell kötelezni magunkat, hogy az előttünk álló évben kinek fogunk szolgálni. Mert ha az Istennek akarunk szolgálni, akkor a családunkban, környezetünkben is, minden munkánkban meglátszik az, hogy mi kihez tartozunk. Akkor ezt sugározzuk, ezt tükrözzük vissza. Minden évkezdet az emberek többsége számára egy kicsit az újat kezdés ideje is. Az ember új reményekkel, új tervekkel, célokkal vág neki az évnek. Sokan új utakat keresnek maguknak. Sokan ilyenkor a múltukkal is igyekeznek szakítani. De egyetlen lehetséges módja van az ember életében az új kezdetnek, a tiszta lappal való új életnek, mégpedig az, hogyha az Istentől kérjük az újat. Ha nem feledkezünk meg arról sem, hogy ő mit tett velünk a múltban. Mert bizony a keresztény ember nem hagyhatja maga mögött a múltját, hanem igyekeznünk kell felismerni abban az isteni munkálkodást is. Isten valóban tiszta lapot ad az ember számára. Új utat mutat, mert bűneinket megbocsátja, ha hozzátérünk. De nekünk döntenünk kell mellette. Ő nem tolakodik, nem erőszakoskodik, hanem a mi döntésünkre vár. Arra, hogy mit mondunk, behívjuk-e őt a mi életünkbe. Mert ő már előbb döntött felőlünk. Előbb ő állt mellénk. Előbb ő ajándékozott meg bennünket a legdrágább ajándékkal, az első karácsonyon az Úr Jézus Krisztussal. Jézusban letette a voksát mellettünk, amikor elküldte hozzánk és értünk. A sok esetben kilátástalan helyzetbe került emberért. Magunktól nem vagyunk képesek átélni az Úrhoz való tartozást. Nem tudjuk letenni a saját sötétségeinket. Ezért hív és vár bennünket, hogy gyertek, tartozzatok hozzám, járjatok velem, legyetek az enyém. Neki nem akadály a mi tehetetlenségünk, a mi értetlenségünk, a mi gyengeségünk. Tőlünk csak, és ezt a csakot idézőjelbe tesszük, egy döntést vár, egy olyan döntést, amely meghatározza az életet. Kedves testvérek, az év első napja van ma. Az első állomás a 2023-as esztendő útján. Azon a napról napra előttünk álló úton, mely hiszem, hogy sok-sok lelki görcs, szellemi akadály, fizikai probléma közül minket, téged és engem ebben az évben
oda vezet Isten személyes közvetlenségébe. Együtt indulunk ezen az úton, együtt Jézus Krisztus vezetése alatt. Együtt valami eddig ismeretlen, csak sejtett, remélt, áhított közvetlenséggel, de személyesen vele, az Úrral. Egyre közelebb Istenhez, a teremtő és gondviselő, kegyelmes és szerető Úrhoz. És így egyre közelebb a teremtett világhoz, a természethez. Egyre közelebb az embertárshoz, önmagunkhoz. Adja minden kegyelem Istene, hogy Józsué hitvallása lehessen a mi újévi fogadalmunk is. Hogy bármi történjék, én és az én házam népe, az Urat szolgáljuk a 2023-as esztendőben is. Ehhez adjon számunkra erőt a mindenható Isten. Amen. Most pedig a magunk csendességében vigyük szívünk kéréseit az Isten elé. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Ének szóval is válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 720. számú énekünk első versét. A 720. számú ének első verse így kezdődik: Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Imádkozzunk. Gondviselő jó atyánk, hozzád száll könyörgésünk az új esztendő első napján is. Hálásan köszönjük, hogy veled kezdhettünk újat. Te bátorítani akarsz minket, és biztatni is arról, hogy te mellettünk állsz. Istenünk, add, hogy az új esztendő kezdetén is úgy tudjuk elkötelezni magunkat melletted, hogy azon senki és semmi ne változtasson. Megvalljuk, hogy oly sok aggodalom van a szívünkben a jövőnk felől. Kérünk, hogy te csendesítsd ezeket. Tudjuk, hogy ez az esztendő is tartogat majd próbákat, de hozzád könyörgünk, hogy te adj nekünk erőt, hitet, benned való reménységet, hogy ezekben majd megállhassunk. Szerető atyánk, nálad van ennek az esztendőnek minden napja, és ez hatalmas reménység a mi számunkra. Köszönjük, hogy számíthatunk rád 2023-ban is. Az új év első napján neked ajánljuk a mi szívünket,
hogy abban tőled jövő tervek szülessenek. Add, hogy terveinkből, elgondolásainkból soha ne hagyjunk ki téged, Urunk. Adj olyan tiszta szívet nekünk, amelyből tiszta szavak és tiszta tettek formálódnak. Imádkozunk a teremtett világ békességéért, városunk jólétéért, gyülekezetünk épüléséért, erősödéséért. Kérünk, oltalmazd nemzetünket, hazánkat, tarts távol tőlünk minden veszedelmet, természeti katasztrófát. Könyörgünk azért, hogy ezt az esztendőt is koronázd meg terméssel, bőséggel, hogy legyen tőled nyert jövőnk. A te kezedbe helyezzük családunk minden tagját, szeretteinket közel és távolban. A mi életünket is, mert hisszük, hogy nálad van egyedül biztos helyen. Fohászkodunk beteg testvéreinkért, gyógyítsd, erősítsd őket. Töröld le a sírók könnyeit, vigasztald a gyászoló szíveket, légy társa a magányos lelkeknek. Úristen, ne hagyj el minket ebben az esztendőben sem. Fiad, Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hogy tudjunk közös dolgainkról, leülve hallgassuk meg a hirdetéseket. Drága testvérek, szomorú szívvel kezdem a hirdetést, mert halottaink vannak. Özvegy pásztor Istvánné született Durkó Eszter, Kossuth Lajos utca 23/A alatti lakos 100 éves korában hunyt el. Temetése január 5-én 12:30 lesz a Rózsa temetőben. Kilinkó István szociális otthon lakója 62 éves korában elhunyt. Temetése január 6-án 9:00 lesz a Rózsa temetőben. Tarkovács Mátyás, Kerék utca 11 szám alatti lakos, 88 éves korában hunyt el. Temetése január 6-án 10:00 lesz a Rózsa temetőben. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családokkal. Soron következő alkalmainkat is hirdetem. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 8:30-tól ima közösséget tartunk a lelkészi hivatalban. Szerdán szintén 8:30-tól pedig áhítat lesz a gyülekezeti termünkben. Szintén szerdán az Isten hozott bibliakör fog megint újra indulni kisebb szünet után. 17:00-tól a gyülekezeti teremben lesz megtartva. A terméketlen fügefa példázatáról fognak a testvérek beszélgetni. Csütörtökön 16:30-től presbiteri bibliaóra lesz a gyülekezeti teremben, presbiter testvérek felé fordulva hirdetem. Pénteken 10:00-tól pedig gyülekezeti bibliaóra a lelkészi hivatalban. Az istentiszteletek ideje alatt továbbra is van lehetőség a gyermekeket átvinni a gyülekezeti terembe, amíg a gyermekek játszanak, addig a szülők élőben tudják követni a istentisztelet eseményeit, hogyha lehetséges, akkor váltócipőt hozzanak magukkal a gyerkőcök. Az alkalmaink továbbra is megtekinthetőek élőben a gyülekezet YouTube csatornáján, Békési Református Gyülekezet néven. Iratterjesztésünk asztala a szokásos módon ebben az évben is megtekinthető a főbejáratnál, megvásárolhatóak legfrissebb sajtótermékeink. A már megszokott módon hoztam, és itt van a kezemben a elmúlt év statisztikai adatait, ezt szeretném még megosztani veletek testvérek.
2022-ben a keresztség sákramentumában részesült 28 férfi és 26 nő, összesen 54 fő, az előző esztendőben 46-an voltak. Elhunytak 15 férfi és 40 nő, azaz összesen 55 testvérünk, az előző esztendőben 66 fő volt. Házasságát megáldotta 3 tiszta református vallású és 1 vegyes vallású pár, összesen 4 pár, az előző esztendőben 9-en voltak. Konfirmált 9 férfi és 10 nő, 19 fő, az előző évben 16 fő. Persai adományok mindösszesen 4.172.635 forint volt az előző évben, itt Békésen a templomban 3.740.000 forint gyűlt össze, az előző esztendőben ez 3.750.000 forint volt. Egyházfenntartó járulékok összesen 4.322.000 forint gyűlt össze, az előző esztendőben ez 4.046.000 forint volt. Adományok a csigakészítő asszonyok 153.000 forint értékben készítettek csigát, úrvacsorai jegyekre kenyeret és bort mindegy 40.000 forint értékben kaptunk, Isten dicsőségére 406.000 forint gyűlt össze, céladomány összesen 643.000 forint volt, így mindösszesen az adományok összértéke 1.247.000 forint, 6.000 forinttal több, mint az előző esztendőben, akkor 1.241.000 forint volt. Minden eddigi adományért, a gyülekezet céljaira eljuttatott, befizetett anyagi segítségnyújtásért és a közösségért végzett egyéb kétkezi segítségért az egyházközség elnöksége és a presbitérium e helyről is köszönetet mond. Az Úr legyen a gyülekezetünk őriző, megtartó pásztora a 23-as esztendőben is, és végezetül mielőtt a áldásvételre készülve záró énekem bejelenteném, szeretnék erről a helyről is, aki tegnap esetleg nem volt itt és lemaradt róla, a saját magam, a családom, a szolgatársaim és a presbitérium nevében is mindannyiótoknak Istentől gazdagon megáldott új esztendőt kívánni. Áldás békességet! Áldásvételre készülve pedig a 771. jól ismert énekünket, bár az új énekeskönyvben szerepel, a régiben nem, de biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismerjük, a 771. dicséretünket énekeljük, Velem vándorol utamon Jézus.
fogadjátok az áldást. Így szól az Úr, ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzedelmes jobbommal támogatlak. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és a szolgálattevő kivonulása alatt énekelje a 774. énekünk első és második versét. Az első vers így kezdődik, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.